üdvözlök mindenkit itt újra, Tom! Sziasztok a vendégek! Ma megint egy, most elég húzós témát hoztam nektek, így következő témának, a harmadik részre, mert sajnos most az így van, miről beszélgetnünk. Gondoltok, amit akartok, viszont ezt a videót úgy gondolom, hogy van miért megcsinálnom, TikTokon is volt róla a videó, meg még oda is ment ki egy videó, még egy, azon fölül, ami ugye most van. Na mindegy, forrókását nem kerülgetném, ezt így elregélgetem, és akkor végignézitek, ha nem, akkor mindenki eldönti maga szerint, hogy hogy és mint és hogyan. Ugyebár tudjuk, hogy sajnos megszavazták ezt a homofób törvényt, ami ugye, hát, mi is mondjam, a melegeket, transznőeket, egyedeket nagyon szépen összemosták egymással. Ugye nem más lenne, mivel összemosták az egész dolgot, mint pedofília. Tehát gondolkozzunk le egy kicsit ezen dolgokon. Pedofília kicsikét teljesen másképp értelmezhető, mint egy nemi identitás. Tömörre röviden. Tehát én gondolom, hogy egy leszbitől, egy transzneműtől, egy biszextől, az ember beszélget vele, megbarátkozik vele, olyan meséket néz, műveket, egyebeket, az ember nem lesz meleg. Nem fog hirtelen saját nemébe beleszeretni. Én nem értem. A pedofilt külön nevezve tudjuk, hogy mit jelent, hogy kiskorúakat zaklat, bántalmaz, megerőszakol, egyéb. Akkor ezt a kettőt tegyük kicsit össze. Az egyik része azt mondja, hogy ha melegekkel beszélsz, egyebekkel, akkor te is ugyanazt fogod vallani. A másik rész ugye egy gyermekbántalmazás, és ha a kettőt összerakjuk, akkor egyszerre azt mondjuk, hogy ha egy heteroszexuális ember egy meleggel beszél, akkor meleg is lesz, illetve még az is lehet, hogy pedofil lesz belőle, és bántalmazni fogja a kisgyerekeket, illetve az egyéb olyan művektől is melegek és pedofilok lesz. Tehát gyakorlatilag olyan, mint hogyha melegeket összemosnánk a pedofilokkal, hogy bántalmazó. Az alaprészét nézzük az egész törvénynek, annyit, hogy pedofília, még ezzel ellen szavaznak, hogy ezt ugye megpróbáljuk beszüntetni, és egy ilyen dolog. Tök jó lenne egy védelmi, mond, szabály, ami azért védeni a gyereket tényleg, de egy homofób törvény, hol véd. Hogy komolyan, tehát ha most az ember véletlenül nem a mit tudom, vagyok én, mint fiú, és én most nem a lányok iránt vonzódok, hanem a feltelenem után, akkor én azzal most bűnkövetek el, vagy pedofil leszek, és bántani fogok másokat, vagy arra fogok kérni másokat, hogy akkor egyébként te is meleg, mert az milyen jó, meg úgy egyéb dolog. Ez úgy, úristen, őszintén, hol tartunk a mai világban? Tehát az, hogy nem is előre megyünk a mai világban, hanem te is így hátra. Magyarország, gyerekek, húzzuk már előre azt az igát, nem hátrafele vagyunk, történelmet tanulunk, és most már teljesen vissza fogunk menni, és oda vagyunk vissza egy samu, meg öci, meg ősemberek, meg gyerek, vagy mi, úgy olyan, gondolkodunk már egy kicsit kételezően az egészen, tehát emberek vagyunk, mindjárt emberek vagyunk, szeretetben, boldogságban, békességben kéne élni, nem pedig egymás bántalmazásában, egymás letiprásában, hogyan tudunk a másiknak gátot szabni, segíteni kéne egymás, gyerekek, itt van egy vírus a nyakunkon, ugye, mint tudjuk a Covid, és most mindenki már azon ül, hogy jaj, de a vírus leküzdjük, aha, annyira leküzdjük, hogy hiába annak oltás, még mindig van, tehát csak most maximum nem az orrunkba dörgelik megint nap, mint nap, hogy mennyi fertőzött van, meg mennyi halott, figyeljétek meg, ez szeptember, mi fog lenni, jön majd a negyedik hullám, meg majd az ötödik hullám is, csak hogy megint most a nyára mindent felazítottunk, és akkor jaj, de jó, meg most így a oltás megvan, kemények vagyunk, és
közben ilyenekkel foglalkozunk, genderállásokkal foglalkozunk, nemi identitásnak a földbetibrásával foglalkozunk, és én ezt a témát azért hoztam fel, mert nekem is vannak barátaim, ismerőseim, akik vagy melegek, biszexek, transzneműek. Képzeljétek el, beszéltem velük, egy légtérben voltam velük, megbarátkoztam velük, nem lettem meleg, mindig a lányokat szeretem. Sőt, még pedofil se lettem, mert nem fogok kiskorúakat bántalmazni, mert van annyi eszem, hogy nem szeretnék a börtönbe kiketni, és nem szeretném az életemet ott letölteni, hanem egy sokkal hasznosabb életet szeretnék, ha felépítem a saját magam kis életét, és megpróbálom élni mindenféle bűnmentesség nélkül. Tehát így ezt a törvényt én nem tudom, tehát kedves Magyarország, tapsoljátok meg magatokat, hogy ezt a szabályt így meghoztátok, és most így mindent eltiportok gyakorlatilag, műveket filmben, és akár lehet még zenében is, és akkor most még egy olyan, hogy azt mondjátok, hogy Harry Potter. Gyerekek, komolyan. Harry Potter? Egyik ismerősöm mondta is, hogy miért sorolták be, mert hogy a egyik szereplő, aki ugye Dumbledore-t alakítja, az a magánéletében meleg, szépen mondva. És ez hogy tartozik amúgy bele? Tehát most nem csak a maga ez a Harry Potter filmet, de úristen, gyerekek, tehát valahogy nem tudom, nem jó irányba haladunk, tehát ez így nem énekkel kéne foglalkozni. Én arra vagyok a legkíváncsi, ha jön a 2022-es választás, vajon mi lesz. Én nem akarok politizálni, tehát tényleg jó, ezzel belemegy az ember a politikába, mert belemegy sajnos, tehát akarva akaratom, hogy bele fog menni az egész dologba. De nem jó irányba haladunk, és nem itt kéne ülnünk. Tényleg ezt az egész vírust kéne együtt legyűrnünk, és utána tényleg normálisan élni. Nem, hát ilyen két dolgokkal foglalkozunk, pénzeket kéne visszaadni, tehát nem adnak vissza pénzeket, inkább elvesznek, meg mit tudom én anyám kínja, és nem tudom. Miért lennének ufók a LMBTQ tagok? Én inkább csak úgy mondva, hogy támogatom és védem őket, mert ugye, mint mondtam, nekem is vannak barátaim, az lenne a legviccesebb, hogyha nem védeném és támogatnám őket, mert akkor még a saját barátaim ellen is mennék. Tehát ez a videó így tényleg nem akarom elnyújtani. Egy ilyen harmadik témának, ez tényleg tömörre röviden így most így ennyi is lenne, hogy úgy gondolkozzatok kicsit el, és próbáljátok meg külön értelmezni azt, hogy pedofília, és mi az, hogy LMBTQ társadalom. Mert a kettő is különböző dolog, tehát nem ugyanaz. Az, hogy egy gyerek sokkal hamarabb kezdi el magában felismerni, hogy ő lehet, hogy nem lányok per fiúk után vonzódik, hanem a saját neme után, azzal nem tudom, hol van a probléma. Fejük fel, hogy lehet, hogy vannak az LMBTQ-ban is egy-két olyan ember, aki mit tudom én, mellette pedofil, csak így próbáljuk meg hozzátenni. Ugye akár a mi csoportunkban, a heteróknál is rengeteg olyan ember van, aki pedofil és kisgyerekeket bántalmaz, az ugyanúgy meg lehet az LMBTQ tagokban is, ott is lehet olyan emberek persze, mert nem mondom, hogy nem, de az nem azt jelenti, hogy mindenki pedofil, és bántalmazok a kicsiket, illetve arra ösztönözzük őket, hogy ők is legyenek már LMBTQ tagok, és egyéb ilyen dolgok. A videót egy olyan utolsó szóval zárnám le, ami talán egy kicsit lehet, hogy el lehet így fogadni ezt az egész dolgot. Gyerekek, ha nem is fogadjuk el ezt az egész LMBTQ társadalmat, melegeket, transzneműeket, biszexeket, egyéb, akkor csak hagyjuk békén őket. Tehát ők is élni akarnak, hagyj éljenek, akkor ennyi erővel ugyanúgy megy a ítélkezés a cigányság, a romaság és egyébek felé is, ott is vannak normális embereket, őrájuk is szabhatnánk a szabályokat, mindenkire szabhatnánk a szabályokat, és akkor lassan már azt mondom, hogy Kim Jong-un országában mehetnénk gyakorlatilag lassan élni. Tehát annyi kéne, hogy vagy elfogadjuk egymást, és tudunk békességben élni, másik az, nem kell elfogadni, legalább egymást hagyjuk békén, mindenki élni akar.
Köszönöm, röviden ez a videó lényege ennyi lenne. Mindenki gondolkozzon el ezen magának, és tegye össze ebből, amit szeretne. Nem tudom, hogy még itt a komment szekciót ki lehet kapcsolni, ha ki lehet ezt, hogy ennél a videónál most ki fogom kapcsolni, bár nem tudom, ha nem kapcsolom ki, akkor nem kapcsolom ki, de ennek a videónak most nem a hát mocsklódás részét szeretnék képezni a kommentekbe. És ha úgy van, akkor kikapcsolom, de még ezen gondolkozok időközben majd, hogy meglátom, ha meghagyom, annak is lesz miértje, ha nem hagyom meg, annak is lesz miért. Nem én meg egy álva, csak tényleg ezt a videót nem arra fogok elszentelni, hogy azzal menjen egy videó, hogy mert ez meg az. Na, kedves vendégek, vigyázzatok magatokra, és találkozunk akár egy következő, ugyanilyen rövid dologba. Gyertek jó, sziasztok!